Mit csinálsz akkor, ha Kenny megfenyeget az atomüber tápsétapálcával? Atomüber tápsétapálca. Hát mit csinálnék, semmit, nem félek a rajzfilmfiguráktól. Egy-egy fa? Nem, az egy-egy. Ha egy kecskefül függő kapna egy üveg maskaköröm piszkos bicikli kompótot, meg egy tonna nagyon finom hidrogéntangot, plusz egy liter vótört, meg egy atomübertáp sétapálcát. Atomübertáp sétapálca. Akkor hány nap alatt következne be az atomkatasztrófa ivászat időszaka? Hú, el sem hiszem, hogy még tudtam olvasni. Hát a kérdést elolvasva úgy látom, nálatok már megtörtént az atomkatasztrófa hívászat. Gondolni szoktál arra, hogy amíg kimegy az ember a konyhába a kekszért, addig a 3E éves testvére rávág a billentyűzetre, és ez egy komment. 3E éves, ez a 3000 éves? Hát akkor nem szoktam gondolni, mert ritkán van az embernek 3000 éves testvére. Csabus, amikor lesz a daráló 23? Október 4-én. Volt. Most mondd meg őszintén, nincs meleged? Mert én nagyon fázok. Nem, teljesen jól vagyok, de hogy ne fázz, küldök neked egy kis meleget. Ha én mindig hazudok, akkor én most ikazat mondok? Nem mondasz ikazat, kazud, kazudós vagy. Szerinted melyik a legrövidebb algoritmus arra, hogy zsíros kenyeret készítsek lidahagymával? Csak hogy legyen egy értelmetlen kérdésem is. Volt értelmes kérdésed is? Jó, ez a legrövidebb algoritmus, hát mondjuk, hogyha van egy ilyen parancs, hogy készíts kenyeret lilahagymával, zsíros kenyeret hagymával, hát akkor az. Szeretsz még? Nem is tudtam, hogy szeretlek téged, de egyébként igen, most is ugyanannyira szeretlek, mint eddig. Mit szólnál ahhoz, ha te lennél a következő kekszügyminiszter, mivel én vagyok a jelenlegi há. Hát az első intézkedésem az lenne, hogy repülőgépet adnék a pilóta kekszeknek, és mosógépet a háztartási kekszeknek. Hogy hívják a varacskos disznót? Miről, kiről fogod elnevezni? Természetesen arról, aki megkérdezi, úgyhogy mostantól a varacskos disznót Fegrauer csoportnak hívják. Ihr fand he egy nagyon faxa vinyeus, vagy he a efzt kerfted. Ír van egy nagyon faxa kövny. Csabusa 1.8-ban hogyan kell kukacot írni? Nem is tudtam, hogy megjelent az 1.8-as verzióm. Nem is tudtam, hogy van több verzióm. De az eddigi verzióban is volt kukac. Csókolom, Ági van? Nem, csak Csabusa 1.8. Melyik erősebb atomübertáp sétapász? Atomübertáp sétapálca. Vagy immórendszer zsírpuskája. Egyértelműen a sétapálca. Nála csak egy valami erősebb van, Chuck Norris. Rajzold le, hiper, szuper, kecske, tehén, marha, vagy csabusa, disznó, szamár, csirke. Na jó, megint bevetem profilaikus Photoshop tudásomat, de azért ne szokjatok rá ezekre. Ha te egy kecske lennél és engem megölnél, tudod mit tennék? Nem írnál hülye kérdéseket? Hogyan reagálnál egy atomübertáp sétapálcást? Atomübertáp sétapálca. TF2 frissítésre. Csabusa, ha azt mondom, hogy cá, akkor te mit mondasz? Az, hogy cá, viszont necedisz. Ha nyelvtantan arra lennél, akkor hányost adnál a kérde éjésemre? Nem hányost, hanem hányást adnék neked. Ha a repülő malac volt előbb, akkor az hogy jött létre? Kitalálta saját magát. Mit tennél, ha tiltva lenne, hogy el kell káposztásítatatlanságoskodj? Áttérnék a levóterezhetetlenségeskedésre. Hogy hívnak? Csabusán is a command box rendszeren kívül. Csabinak hívnak. Csináltam már olyat, hogy egy Gianton lovagol még egy Giant? Ha nem rak bele a videóba, hogy milyen. Tessék, lehet örülni. Tört már el valamit? Például kéz, láb? Ha megint ezek a fenyegetések. Csabusan, nem írnád le nekem, hogy kell skeletonra ruhát tenni? Nagyon egyszerű. Letöltöd a csontvászképét, letöltöd a ruhaképét, és valamilyen képszerkesztőben egymásra rakod őket. Ha a Minecraft parancsra gondoltál, akkor tessék. Lesz majd fészked? Ha igen, akkor mikortól?
Amikor elkészül a te ólad is, neked csak a oroszlánok, remélem lányok tetszenek, vagy más macskafajták is? Hello, baby! Azért, mert te oroszlán vagy, nem lehetnek totem állataid, ezért ki a totem embered? Mondjuk az ügyvédek, vagy a rakodó munkások? Hát a YouTube-usok! Mennyi feliratkozót szeretnél? Hát, ami azt illeti, én csak 3000-et szeretnék, de már elértük a 4000-et, szóval most jó lenne, ha 1000 ember leiratkozna. Léci. Ajándékoznál nekem egy atomübertáp sétapálcát? Atomübertáp sétapálca. Legyegőzni szeretném az Ender Dragont. Tessék, itt van, most már nincs más dolga, mint egy ollóval kivágna a monitorból. Használd egészséggel. Ha két atomübertáp sétapálcád... Atomübertáp sétapálca. Lenne, akkor kinek adnád az egyiket? Olyat nem mondhatsz, hogy senkinek, meg olyat sem, hogy magadnak. Nem mondhatok olyat, hogy senkinek, meg magamnak, akkor olyat mondok, hogy Csabusának. He. Legyen ilyen, Vidi. Tessék. Mi volt a jeld az oviban? Nem vagyok benne biztos, hogy ilyen információt meg kéne osztanom veletek. Kicsit tartok tőle, hogy esetleg valami poénokat fogtak vele gyártani, vagy kinevetni, vagy nem is tudom. Na jó, legyen, elmondom. Az én jelem az oviban Reston volt. Á, nem csak üzletem. Perec volt. Mi volt előbb, a majonéz, vagy a nagy teljesítményű kézi meghajtásos keringető szivattyú? Nem vagyok benne biztos, hogy létezik olyan, hogy nagy teljesítményű kézi meghajtásos keringető szivattyú. Szerintem ez csak a te hülyeséged. Ha tényleg, akkor egyértelműen a majonéz. Ugyanis a majonéz, a Wikipédia szerint, többek szerint Richelieu herceg szakácsa találta fel 1757-ben, miután a herceg hadsereget győzött Mahon városánál, a spanyol Minorca, vagy nem tudom, hogy kell ezt mondani, szigetén, és a győzelem emlékére nevezte el Mahonéznek, ami később egy véletlen nyomtatásbeli hiba miatt majonézre módosult. Ha magát a szivattyút nézzük, akkor az pedig szintén a Wikipédia szerint a 13. században arab könyvekben már többféle szivattyú konstrukciót is leírtak, szóval akkor pedig a szivattyú. Ez egy vicces kérdés? Nem. Az én kérdésemet nem raktad be a videóba, ezért kerüljön be a kérdés. Oké, tessék, ezt beraktam, csak ne bántsd a billentyűzeted. Mi az anyukádnak, a lányának, a fiának, a bátyának, a öcsének, a lányának a kishuga? Hát ő is ugyanúgy ember, mint a többi családtagom. Vagy oroszlán? Hány részig fog menni a kalandpályadaráló? Na hát, egy értelmes kérdés. Azt a... Hű... nem is tudom, mit mondjak, olyan zavarba vagyok, még sosem kaptam értelmes kérdést. Nem is tudom, mit mondjak. Piros? Nem jó. Természetesen addig megy a darálla, amíg népszerű és sikeres, és hát azt látom, hogy van értelme. Mi a véleményed az Így jártam anyátokkal végéről? Na hát még egy értelmes kérdés, mi van, szülinapon van? Oké, én nem akarok senkinek spoilerezni, úgyhogy most ide kirakok egy linket, ez a következő kérdésre visz, úgyhogy kattintsatok oda, nem szeretnétek hallani. Oké, akkor most biztos elmentek azok, akik nem szeretnének spoilert hallani. Hát szerintem szörnyű volt egyébként, de azt hiszem híres is volt róla. Nagyon-nagyon kiábrándító volt. Tehát évadokon keresztül beszél a csajról, mégis egy random csaj meg is jelent a Megaliter Water. Tehát véletlenszerű csaj meg is jelent az utolsó évadban. Olyan kicsit olyan senkinek éreztem végig. Tehát akkor, hogy beszélt róla, de igazából sosem jelent meg, és akkor hiába mutogattak testrészeket, sokkal viccesebb lett volna, ha már korábban is megjelenik az arc, és akkor tényleg ő volt az, és akkor újra néznénk a sorozatot, hogy és itt is ott volt, és ott is, és már előre, mindegy. Szóval ezt az utolsó részben ki is nyírják, és akkor tulajdonképpen arról szól az egész, hogy nem is róla, nem tudom, tehát rossz. Nekem is ugyanaz a véleményem, mint a többieknek, akik azt mondják, hogy rossz volt. Hány órát töltesz egy Restonus szerkezeted elkészítésével? Ez már nagyon karácsony gyanús, hogy ennyi normális kérdés. Nehéz megmondani, de nem mindig tart óráig. Van, hogy összedobom fél óra alatt, talán kevesebb is.
Jó, abban nincs benne a tervezés, tehát. Az, hogy én összetudjam dobni negyed óra alatt, az azt jelenti, hogy előtte én papíron átgondoltam ötször, és akkor minden hibát felfedeztem, amit lehetett, és akkor már csak lerakom a blokkokat, nem kell kísérletezni, átvariálni. Ez írtó változó lehet. Ez van, ami tényleg több óra, van, ami egy óra alatt megvan. Nehéz így megmondani, nincs egy átlag. Nagy a szórás. Mi történne, ha egy csillámfaszlámát kereszteznénk egy kecskével és egy nyenkettel? Hála profilaikus Photoshop tudásomnak meg is tudom mutatni. Melyik megyében laksz? Hogy ez miért jó neked? Tudni akarod, hogy hol lakok, de tudtad, hogy úgysem mondom meg. A megyét azt még igen. És akkor majd végigkopogod az összes házat? Nem tudom. Na jó, Pest megyében lakok. Sok sikert! Mi történne, ha két atomübertáp sétapálcát... Atomübertáp sétapálca. Összeütnének egymással. Mivel ez a legerősebb fegyver a világon, úgyhogy el kéne pusztítaniuk egymást, de ugyanakkor őket semmi se pusztítja el, tehát egyszerűen meg is semmisülnének is, meg nem is. Ergo kék halált kapna az univerzum. Úgy ez lesz a nap kérdése? Nem. Játszol hangszeren? Régen elkezdtem gitáron tanulni. Sok számot megtanultam, de már rég nem vettem elő, úgyhogy sokat el is felejtettem. Mit csinálnál, ha egy reggel arra ébrednél, hogy nincs feleked? Feleked? Hát úgy látom, barátja akadt az immunrendszernek. Ez a nap kérdése? Nem. Ha egy atomübertáp sétapálcával... Atomübertáp sétapálca. Legyegőznéd a slime-ot. Óriás slime. Legyegőzve. És egy liter waterben találnál egy kulcsot, akkor megmentenéd a világot. Nagyon szép, látom próbáltad összegyűjteni az összes hülyeséget, de még nem sikerült, dolgozz még rajta. Jüdögös, jököhögös, csak azt nem értem, minek raktam ezt be. Kapok mosogatógépet szendvicssel? Tessék. Mekkora lenne a szobát, ha kapnál egy mókust? A szobám jelenlegi mérete, mínusz egy mókus mérete. Hány kérdésed jön naponta? Hát igen, minden nap kapok üzeneteket. Egyrészt videókhoz megjegyzések, másrészt rendes e-mailek. Nekem be van állítva, hogy a YouTube küldjön üzenetet, úgyhogy én ezeket egyszerre látom, nem is tudom, nem tudnám őket külön megsatszolni, hogy most hány megjegyzés van belőle, meg hány e-mail, mert mindig egyszerre látom is. De mondjuk számoljuk azokat is bele, hát ott is szoktak jönni ilyen kérdések, hogy hogyan működik egy parancs, hogyan lehet valamit megoldani Minecraftban, vagy valamit megépíteni, vagy nézek meg egy pályát, mondjak róla véleményt, ez az átlag téma. Nehéz megmondani. Ha videó kerül fel, akkor mindig ugye megugrik a szám, de mennyi legyen, nem is tudom, valahol 20 és 30 körül mozoghat, szerintem. Legyen olyan 20, mindegy, most mondok kevesebbet egy kicsit. A darálókra érkezett pályák kb. Hány részig húznák el a kalandpálya darálót? Most néztem meg, ideig a darálóra érkezett elfogadható beküldések száma 115. 115 ilyen levelet kaptam. Na most azok között van olyan, hogy a készítők ugyanazt a pályát küldték el külön-külön, az ugye egy rész, egynek számít. Akkor van olyan, hogy tönkre volt menve a pálya, nem tudtam rajta játszani. Úgyhogy, sőt olyan is volt, hogy a letöltési link már nem volt aktív. Szóval vannak ilyenek, és hát mit tudom én, kerekítsünk 110-re, de lehet, hogy még ez is sok, de körülbelül ennyi. Viccet félretéve, léci, csinálsz egy tutoriált arról, hogyan csináltad a programot, please. Melyik programot? Csabusa, hányan voltak a West End találkozón? Sokan. Aki aznap a West Endben volt, az csak miattam ment oda. Csabusa, miért nem fogadod el a stream meghívásomat? De jó, hogy valaki megkérdezte, most elmondhatom. Rendszeresen kapok meghívókat streamen, Facebookon, Skype-on, meg még nem tudom milyen helyeken, ahol még nem is jártam. De ne küldjetek, mert minek? Úgyse fogunk sosem beszélgetni, nem valószínű. Majd néha rám írtok, hogy de jó volt a videó. Ezt tegyétek meg a videó alatt.
Nagyon jól esik, hogy szeretitek, amit csinálok, de nem kell ilyen hosszú barátlista. Hogy az a pár ember, akivel tényleg rendszeresen beszélgetek, azt keresgélni kelljen a sok ember között. Tehát úgy minek, értitek. Szóval légy szívesnek küldjetek ilyen meghívókat, mert hát minek? Hogyha egy mérgező folyadékot dugnék le a torkodon, mit reagálnál? Kémikus fenyegetés, pipa. Kérdés. Mi lenne, ha kivennék az íjat a TF2-ből? Rászoknék más osztályra, vagy a távcsöves puskára, vagy visszaraknám az íjat. Melyik pályádra vagy a legbüszkébb? Hát ha büszke nem is, akkor büszke, de még úgy sem lenne könnyű kérdés. Mindig a legjobb tudásom szerint csinálom meg a pályákat, mindig a maximumot próbálom kihozni magamból, úgyhogy amikor megjelennek, akkor nagyon jók és menők. Hát aztán más dolog, hogy a játék tovább fejlődik, sőt, még én is. Úgyhogy nehéz megmondani, meg hát az én szememben eléggé változatosak, úgyhogy nagyon összehasonlítani sem tudom. Más miatt jó egy fantasztikus kalandok, és más miatt jó egy szivacs. Szóval az én szememben nehéz őket összehasonlítani. De az egyik, ami mindenképpen toplistás lenne, hogyha mégis össze tudnám őket hasonlítani, az úton hazafelé. Az volt egy ilyen nagyobb fordulópont. Az volt az első pálya, ahol volt rendes történet is. Előtte inkább csak ilyen akadálypályás pályák voltak. De ott meg tényleg valami sztori volt. De egyébként nem tudom, szóval nem szívesen emelek ki egyet, mert mondom, mindegyiket más miatt szeretem. Melyik TF2-ben az általad leginkább utált kaszt? Hát egyértelműen a kém. Csinálsz még TF2-es vidékat? Ahogy láttam a kommenteken, meg egy liter water van rá igény. Igen, sokan kérték, hogy legyen még, vagy kérdezték, hogy lesz-e még. Úgyhogy mindig játszom a gondolattal, hogy na, kipróbáljuk, csak úgy vagyok vele, hogy úgyis van egy rakás, meg nem érzem magam olyan jó, nem tudom magam olyan jó produkálni, szerintem, hogy az érdekes legyen. De továbbra is játszom a gondolattal. Ha nyernél a lottón, mit venni először? Girosztálat! Csabúsa! Miért az a neved, hogy Csabúsa? Nem az a nem amúgy Csabúsa. Ja, és ha egyszer egy egyenlő egy, akkor egy meg egy, az is egy. Matek tanárnak nem utasd meg. Ha Minecraftozol, éppen eltör a képernyőd, és kiesik belőle egy command block. Mire használnád? Mivel most túlélőbe vagyok, ugye tudok sérülni, meg nem tudok bármit lerakni, úgyhogy nem sokra mennék egy command blokkal, azokat csak kreatívban lehet szerkeszteni. Mit tennél, ha a kecskéd megenné az egyik kalandpályádat? Meghánytatnám. Milyen betű típust használsz a darálóban a pont számoknál? Mellék küldetés? Csak nem az a gyerek írta, aki nem szereti az összetett szavakat. Hát jó, de hát akkor egy kis kulisszatitok a darálóról. Arialt használok. Nem értem, ez miért volt fontos. Annyira azért nem dizájnosak azok a számok. Szerinted hogy néznek ki a reális világban a kreatív mód? Hát az addig oké, hogy tudsz repülni, meg nem sérülsz. De azt nem tudom, az a sok tárgy, tehát hogy néznek ki az inventory, az már jó kérdés. Mondjuk azt tudom elképzelni, hogy gondolsz valamire, és az megjelenik a kezedben. Ez egy jó kérdés, nem? A kalandpályát darálóban melyik volt szerinted eddig a legrosszabb pálya? De gonosz kérdés. Nem szívesen emelek ki rosszat, tehát inkább ugye a jót emeljük ki. Úgyhogy nem tudom. De valószínűleg az, amelyikre eddig a legkevesebb pontot adtam, gondolom. Most lusta vagyok utána nézni, melyik volt az, de egyébként sem emelném ki szegényt. Tudsz parancsbokkos tanácsokat adni? Persze. Honnan lehet letölteni az 1.8-at? Már sok embernek mondtam, minecraft.net. Add meg a Skype-od, mert ha nem, megeszem a giroszkópodat. Giroszkópos fenyegetés kipipálva. Látom, elhagytok. Kik a legjobb videósok? Én meg Just Widman. Mikor lesz kész a Szivacs 4? Szeptember 30-án. Volt. Nekem is az egyik kedvenc videósom Just Widman. Neked melyik a kedvenc videója? Nem is tudom. Talán a miért így áll a részek. Azokon keresztül ismertem meg őt. Na nem, mintha sokat innék.
Elfogadná egy 69 alakú házat? És mi a spanyol neved? Végül is, ha jól néz ki a ház, akkor miért is ne? A spanyol nevem pedig... Sabusa? Miért nincsenek meg egy liter of water mérők a darálóban? Hát nem is tudom, elég a pontszámot számolni. Hát jó, nem is tudtam, hogy van rá igény. Ha egy iszabos parlamentális rekettes fagyonyhadviselés párosodik egy légoltalmi panamai hideg hajdinakalcium karbonáttal, akkor az eredmény egy felejtő indulatos felejtő csalit fegyverbarátság lesz. Hú, látom megint valaki megtalált az ikletonátort, hát generálj még egy random kifejezést és az lesz a válasz. Rostonsült oroszlánt csinálok belőled, szakácsfenyegetés pipa? Gondolta a halál, hogy ezt a fenyegetést ennyit fogjátok emlegetni. Miss my plate-re? Igen, biztos láttátok már a Csabusa keres a játékot. Aki még nem látta, az nézze meg a 4000-es külön kiadást, ott a válasz. 10 000 lesz olyan videó, amiben megmutatod az arcod? Hát ha addigra összegyűjtötök nekem egy kamerára, akkor igen. Honnan lehet letölteni a 1.8-t? Tudtad, hogy mit szrofost meggette a MC-t? Nagyon szép kérdés. Olyan, mintha már a kérdésben benne lenne a véleménye, hogy nem tetszik neki, hogy a mikrofos megette a Minecraftot. Egyébként igen, tudtam róla, és a Minecraft.net-ről lehet még mindig letölteni.